Sziasztok! Ebben a videóban megismerhetitek a Marshall cég jelenlegi legkisebb Bluetooth hangrendszerét, a kezemben látható Emberton nevű hangrendszert. Az alig féltéglányi nagyságú Bluetooth hangrendszerek, mint amilyen az Emberton is, általában elvéreznek akkor, hogyha nagy terhelésre vagy kis terhelésen basszusra kerülne sor. Mégis bizakodó a Marshall termékével kapcsolatban, ők azt állítják, hogy a Signature hangzást termékük is teljesíti. Mindezt úgy oldották meg, hogy az előlapba elhelyeztek egy 5 cm átmérőjű aktív hangszorút, ami kiegészül egy passzív basszus radiátorral, és ugyanezt megvalósították a hátoldalon is, tehát ez a rács, ami a hátoldalon van, ez is tartalmaz egy 5 cm aktív és passzív hangszórót. Ez a kétoldalas szórás előnyös olyan szituációkban, amikor például nem csak egy ponton ülve tartózkodunk, hanem mondjuk több emberrel szeretnénk a térben megosztani a zenét, vagy egyszerűen csak le akarjuk tenni, és közben össze-vissza mászkálni. A Magyarországon jelenleg körülbelül 60-65 ezer forint közötti összegért megvásárolható Emberton, az egyértelműen Marshallos stílusjegyeket továbbra is magán hordozza, ilyenek például az ikonikus előlapi rács és a rajta lévő ferde Marshall embléma, illetve a tetőlapon lévő kezelőszervek, melynek közepén egy ilyen multifunkciós gomb, amely hivatott a Marshall gitár erősítők potmétereit imitálni, segíti a zeneszámok közötti navigációt, illetve a kibekapcsolást és a jelszint, azaz hangerővezérlést. Az Emberton IPX7-es tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát vízhatlan kialakítású, valamint Strapa bíróságát úgy oldották meg, hogy ez a rajta lévő bevonat ilyen gumírozott hatású benyomást kell, picit olyan, mintha zsíros lenne, de közben mégsem az, mert ilyen matt felületű, azért, mert szilikonból van, tehát ez egy ilyen több milliméter vastag szilikon páncél, ami körülveszi őt, és így remélhetőleg, hogyha mondjuk valaki véletlenül elejti, akkor sem sérülnek meg a benne lévő alkatrészek. Egyébként az akkumulátor, ami benne található, körülbelül 20 órányi üzemidőt képes nyújtani egyetlen feltöltéssel. Függetlenül attól, hogy mire képes ez az icipici hangszóró hangminőség és hangnyomás tekintetében, kétségtelenül az egyik legszimpatikusabb motívuma, ha lehet így fogalmazni, számunkra legalábbis, amikor például bekapcsoljuk, és kiszabadul belőle ez a dögös, szexi Marshall gitár riff, és amikor kikapcsoljuk, akkor is ugyanúgy. Jó pofa megoldás az is, hogy még a legtöbb Bluetooth hangrendszeren fehér vagy kék színen láthatjuk az állapotjelző ledeket, addig az Emberton piros színeket használ, és itt ilyen kis piros sávon, szegmentált sávon láthatjuk azt, hogy hol tart az akkumulátor töltöttsége, illetve ez a kis pici-pici piros lámpa világítás mutatja, hogy éppen be van kapcsolva. Félreérthető valahol egyébként, mert az akkumulátor, ha már le van merülve, akkor szoktak a legtöbb esetben pirosan világítani a Bluetooth hangrendszeren, de itt logikussá válik akkor, amikor rádugjuk a töltőre, ahogy töltődik fel ez a kis sáv, akkor már érthető, hogy miről van szó. Ami a hangkaraktert illeti, a Marshall kidolgozott egy olyan szignatúrát, amit ez egy az egyben rá tudott húzni erre az icipici dobozkára is. A videó alatti linkek között megtaláljátok a legutóbbi Marshall fejhallgatós tesztünket, és ahogy ez az a Bluetooth-os ANC-s fejhallgató szólt, ahhoz kísérteties hasonlóságot mutat az Emberton szignatúrája. Ez egyfelől jó, mert hogy adott egy ilyen testes, könnyű, könnyed, laza, játékos, hosszú távon is hallgatható hangkarakter, mindazonáltal nem egyértelműen hifis jellegű, meg hát nyilván a Bluetooth miatt vannak icipici kis veszteségek, nagyobb veszteségek is, és hát a fizikai méret, viszont a Marshall okosan és tudatosan belenyúlt bizonyos frekvenciákba, hogy azokat egy kicsit fellendítse, ezt ugye a DSP vezérli az elektronikában, hogy kisebb terhelésen és intenzívebbnek, gazdagabbnak, energikusabbnak érződjön a zene, műfajtól függetlenül, amit éppen rajta hallgatunk. Ami a terhelhetőséget illeti, azért nagy csodát nem érdemes elvárni ilyen pici mérettől, tehát a fizika korlátait nem igazán lehet meghazudtolni, ettől függetlenül tud viszonylag hangosan szólni az Emberton. Hogyha lehet ilyen viszonyítási alappal élni, akkor vannak például a JBL Flip méretű kb. Ekkora Bluetooth hangrendszerek, mint amekkora a Marshall is, és vannak mondjuk a Charge méretű, nagyjából ilyen boros üveg méretű hangrendszerek, nagyjából ő középen áll félúton. Tehát a méretéhez képest még így is sikerült váratlanul testes és nagy szórású hangot létrehozni, ami nyilvánvalóan köszönhető annak is, hogy két irányba is szórja a hangokat. Összességében ajánlható-e, kinek ajánlható a Marshall Emberton, megéri-e ezt a kb. 60 ezer forintos összeget, amikor más gyártók gyakran több extrával is akár nála nagyobb hangrendszert is kínálnak.
nyilvánvalóan van egy olyan faktor, amit nem lehet megkerülni, amin nincs mit magyarázni, ez egy Marshall termék, egy ikonikus Marshall termék, ami egy érzetet ad egy brandnek a lenyomata stílusjegye, és akik Marshall rajongók, vagy kicsit ezt a rokkos beállítottságot követik, azokat nem is biztos, hogy érdekelni fogja, hogy tényleg van benne mondjuk speakerphone funkció, hogy akkor miért nem lehet többet is összelinkelni vezeték nélkül. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy amikor valaki magában, vagy néhány társával együtt tartózkodik valahol, és ezt bekapcsolja, akkor a telefonhoz képest jobb minőségben szólaljon meg a zene. És ez egy telefonhoz képest ezerszer jobb minőséget biztosít. A rövid konklúzió tehát az, hogy teljesítmény tekintetében nem fogja utolérni a vele azonos összegű, de nagyobb fizikai méretekkel rendelkező hangrendszereket az Emberton, viszont szórás tekintetében egyértelműen, sőt még akár rá is licitálhat bizonyos akár nála nagyobb hangrendszerekre, köszönhetően a két irányú szórásnak, illetve annak ténye, hogy ilyen strapabíróra elképesztően masszívra van felépítve, és hát ugye vízálló kialakítású, nyilván itt az árapon benne van maga a szolgáltatás is túl a Marshall emblémán az erőlapon.